A magázódás az egy elismerése a másik embernek. Tehát az fogod magázni, aki felé van valami, ami, ami, miatt, ami miatt tiszteletet érdemel. Tehát kire mondjuk, hogy tiszteletet érdemel, aki mm -hmm. csinált valamit. A magázódás a tiszteletnek a jele. És, és én ezért gondolom azt, hogy vagy legyen idős, mert ha valaki egyszerűen idős, és sok élettapasztalat van, azt, azt, én azt mondom, hogy idősket tisztelni kell. Hogy hogyan öltözünk fel ma a színházakba? Én azért láttam már a didaszcipőt, szakadt farmert, pólót. Is. Sziasztok! Ez itt a Jó Space podcast, és ma Nandival az illem témát fogjuk boncolgatni. És azt gondoltam, hogy az elején beszélgethetnénk arról, hogy kinek mi jut az udvariasságról. Öm, és akkor kezdem én. Számomra öm, udvariasságot öm, jelentő helyzetek például virágot kapni, vagy hogyha felsegítik a kabátomat, hogyha előre engednek, hogyha kinyitják előttem az ajtót, hogyha úgy megyek le a lépcsőn, mondjuk lefele, hogy előttem megy ö, egy férfi. Ö, most ezek jutottak eszembe. Milyen érdekes, összesen összes, amit mondtál, az nő-férfi viszonya, és egyik sem mondjuk szolgáltató, és, és nem tudom... Igen, vagy nem, mert most lehetne nyilván idős, meg, vagy generációs különbség is, szóval... Ö, igen. De hogy neked mit jelent? Nekem tök érdekes, mert nem ez a része a legérdekesebb, hogy a nő-férfi viszonylag annyira ha ezt a szót használom, triviális nekem, hogy ezek a dolgok belém vannak ivódva, és ezek inkább ilyen kötelességként vannak meg bennem, mint udvarias gesztusként. És én, ha udvariasságra gondolok, akkor nekem ami először eszembe jut, az, hogy hogyan válnak egy idősebbel, hogyan válnak egy fölöttem lévő személlyel, ahol így kicsit átkrálni fejben, és az az udvariasság, ami nem annyira ösztönösen jön, legalábbis nekem. Én inkább így érzem egy első asszociációban az, az udvariasságot. És mondjuk azt érzed, hogy. Tehát, hogy akkor. Te azt gondolod, hogy ez neveltetés Ja, vagy most ez, ez jött le nekem ebből, hogy neveltetés kérdése, mert hogy neked ezek egyértelmű dolgok. Igen, igen, igen. nyilván igen. nem mag, teljesen magattal egyértelmű, hanem a neveltetésből fakadóan. Ez nyilván, ez mind-mind tanul dolog, tehát hogy ezt nem mondhatjuk azt, hogy valaki úgy született, hogy kinyitja az ajtót a, a nőknek. Tehát hogy ez mind neveltetés, vagy pedig megtanul dolog, vagy elnézett dolog másoktól. És mondjuk találkozol olyan élethelyzetekkel, amikor ö, azt látod, hogy kifejezetten udvariatlanok a környezetedben. Nem feltétlenül veled, hanem csak a környezetedben. Abszolút nagyon-nagyon sok ilyen helyzet van, legalábbis szerintem, és minden ember rengeteg szer találkozik ilyennel. Elég felszállni a négyesatos hatos villamosra, és már is találkozol rengeteg ilyen helyzettel szerintem, vagy bárhol. Tehát, hogy annyira sok szabályt alakítottunk ki magunknak, és annyira sok udvariassági elvárás van az emberek felé, hogy még a legudvariasabb emberek is meg fogják néha szegni, akik pedig nem annyira udvariasak általánosságban, ők pedig rendszeresen, így mindenhol találkozunk ennél. Neked melyik a ilyen leggyakoribb, ilyen valami vicces történet? Nekem most a kapcsolatban? ezek a pont van egy történet, amit szeretnék elmondani, és sajnos rosszul jöttem ki belőle, pedig alapvetően én magamat egy ö, ö, idősebbek felé, meg, meg, tehát hogy udvarias embernek mm -hmm. tartom magamat, és kifejezetten figyelek is erre, illetve nem isvetlen figyelek, de akkor is jön belőlem, de most volt egy ilyen pont buszon ültem, olyan helyen ültem, ami, ami viszonylag széles, szóval nem eldugattam valahol, és felszállt egy néni, és láthatóan bot volt a kezébe, és én olvastam. Szóval nem arra figyeltem, hogy kiszáll föl, hanem olvastam, <hül> és a kezemben volt a könyvem. És akkor későn néztem föl, és már akkorra egy szintén idős hölgy átadta a helyét a helyét annak a a néninek, és aki aki láthatóan szüksége volt arra hogy leüljön. És rém kellemetlen éreztem magam, viszont közben azt is éreztem, hogy ez rajtam, tehát, hogy nem tehetek feltétlenül róla, hogy ez így történt. Nem voltam elég gyors azért, mert uh -huh. mással voltam elfoglalva, uh -huh. és akkor utána elkezdtem hallgatni, hogy bezzeg a mai fiatalok, Bez, és hogy egyébként én milyen ember vagyok. Biztosan pedig nem tudhatták rólam, hogy én egyébként milyen ember vagyok, és nem azért nem adtam át a helyet, mert nem szoktam, hanem mert éppen olvastam. Úgyhogy ez nekem egy nagyon rossz érzés volt, és abban a pillanatban nem is feltétlenül éreztem azt, hogy, tehát hogy. Nyilván máshogy csinálnám, hogyha de de, hatném, de, de rossz érzés volt, hogy olyat feltételeznek rólam, mm -hmm. amilyen egyébként nem vagyok, csak azért, mert nem voltam elég gyors, mert olvastam. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mint behoztál, mert én amikor megyek a egyetemre, mondjuk ZH előtt, vagy vizsga előtt, akkor mindig tanulok. Álva viszont nem lehet tanulni, ugye, mert ugye, van ne, nem, nem, nem elektromos roller, táska, iPadről tanulok, ott van a kedemben, az nagy, kiverik, nem lehet. Szóval, hogy nekem ahhoz le kell ülni, és kell mellettem egy másik szék, ahol lerakom a táskámat, meg odarakom az elektromos rollermet. Tehát mm. ahhoz, hogy én tudjak tanulni, nekem két kell, És van, hogy ezeken a kis tanulásokon még nagyon-nagyon sok múlik az éhenne, és ilyenkor ott van benne mindig a kérdés, hogy itt van rajtam kívül rengeteg ember, van itt öreg, fiatal, és én elfoglalok két széket, és hogy vajon ez korrekte? De nekem viszont ez brutálisan fontos ezekben a helyzetekben, hogy akkor ott, ott legyen az a kétszék, és átolvasom még reggel az anyagot egyszer mennyire csak lehet, mert a reggeli átolvasás nagyon-nagyon sokat számít a tanulásban. És ez egy nagyon nagy dilemma szerintem, hogy korrekt vagy nem korrekt ez. Elsőre egyébként talán az lenne bennem, hogy, hogy nem korrekt, mert nyilván üljenek le az emberek, hiszen azért vannak a székek, hogy leüljenek, és nem a, nem tudom, nem a táskának, meg a, a mi az rollernek kell lehely. De közben most, hogy elmondtad, nyilvánvalóan ért, meg lehet érteni, csak nem val valószínűleg az emberek, vagy nem tudom, mire gondolnak legelőször, de valószínűleg inkább arra, hogy hát van ott még egy hely, ahova le lehetne ülni. Szerintem az, ami, ami nagyon sokat változott a mai világban, vagy a mai társadalomban a korábbiakhoz képest, vagy a, a korábbi időkhöz képest az egyértelműen ez a tegezés, magázás, köszönés, Ö, ugye bejött a, a, az, az internet világa. Ö, akkor beszélgessünk kicsit erről, hogy mit tapasztalunk most, és kicsit így a generációkat is összehasonlíthatjuk, mert például, amit én észreveszek, hogy ö, úgy folytattunk egy üzenetet, vagy nem is folytatunk, úgy kezdünk bele egy üzenetbe, hogy nem is feltétlenül köszönünk a másiknak, és csak utólag jut eszembe ez, hogy, hogy jaj, hát ma nem köszöntem, pedig ma még nem is beszéltünk, holott számomra egyértelmű, hogy belekezdek egy üzenetbe. Szóval, hogy nekem ilyen egy egyébként tök sok van. De való nem tűnik el a köszönés szerintem. Tehát a való életben, egy beszélgetésekben. Ö, lehet nem tűnik el, csak a kar maximum kicsit... Én azt mondom, hogy torzul, tehát, hogy most torzul, már elfogadható egy nőnek jó kívánni azért ez annyira nem volt elfogadott, hogy egy nőnek egy férfi jónapotot köszönjen, még nem olyan rég. És mi... Hát csókolomot köszönünk, vagy bármilyet, ami, ami tehát, hogy jónapotot nőnek nem köszönünk alapvetően, hogy inkább változik a, a, az egész köszönés, és én például idősebb ö, nőktől nagyon sokszor megkapom azt, hogy nekik hogy mernek jónapotot köszönni, uh -huh. és hogy ez mennyire illetlen. Mondom, alapvető ilyen szabályok a köszönése, például, hogyha bemegyünk egy közösségbe, és én vagyok az új, tök, akkor én köszönök előre, vagy az, hogy férfiak köszönnek ugye előre hölgyeknek, illetve beosztott a főnöknek, meg fiatalabb az idősebbnek, ugye ezek az alapok, ezek ugye most is élnek. Én nem vagyok abban biztos, hogy ezeket az alap illám szabályokkal, vagy ezekkel az alapillem szabályokkal mondjuk a fiatalabb, a nálunk fiatalabb generáció is egyébként teljes mértékben tisztában van. Én azt látom, hogy nagyon erős szabályrendszerünk van, nagyon-nagyon sok részre kiterjed, és ez mondjuk nálunk idősebbeknél, ez egyértelmű volt, magától érthetődő volt, hogy ezeket tartják. Ezek egyre jobban épülnek le, és a fiatalok kellemetlenül érzik magukat azzal, mert nem tudják, hogy mit köszönjenek. Ott van valaki, csókolom, jó napot, hello, szerbusz, és, és emiatt inkább nem köszön. Tehát én azért tudom ezt mondani, hogy én is csináltam, miért, hogy most, most, neki mit kéne köszönni? Ennyi idős, nő, de mi van, csak rosszul tartja magát? Most akkor mit köszönjek? Vajon tegeződtünk már, vagy még magázódunk? És mit csinálsz? Azt gondolom, hogy ha az ember elég határozottan köszön, és elég határozottan kezdeményez egy bármilyen szituációt, akkor nem lesz furcsa. Tehát onnantól válik a furcsa egy szituáció, hogy elbizonyítom a döntésedben. Erre jó példa a készfogás. Valaki pacsizni akar, valaki készfogás, valaki Jaj. puszilkodni, de ha te határozott vagy és nyújtod a kezedet, akkor a másik mindegy, hogy mit szeretne, ledominálod úgymond, és ő is kedet fogva lehet fogni. Ha pedig mindketten ilyen lagymatagon, én kedet fognék, én puszilkodnék, én megölelnélek, akkor pedig lesz egy ilyen igen, hát vannak ezekből is abszolút kína szituációk. Abszolút, igen. Amikor úgy találkozunk szembe, hogy akkor ki mit akar pontosan, és igen. És ezek rennyi megoldás, hogy bármit csinálsz, csak döntsd el határozottan. Nekem ami a kellemetlenséget szokta okozni, hogy nem tudom azt, hogy most vele vagy magázódok már. Tehát van egy ember, hogy két hónapja nem láttam, idősebb nálam, tehát hogy egyértelműen magázódnak kéne, de ő lehet, hogy felkínálta nekem, hogy tegeződhetünk, de én erre honnan emlékezzek két hónappal később, úgyhogy azóta nem is láttam, mondjuk. Jó, de szerintem és... ebben nincs semmi, Max még egyszer felkínálja, hogy tegeződjetek, hogyha. Igen, de az is olyan furcsa, hogy akkor mondja, hogy már harmadjára kínálom fel, hogy tegeződjünk, és ilyenkor mindig úgy vagyok fel, hogy akkor most keresünk olyan köszönést, meg olyan mondasszerkezeteket, ami egyiket sem mutatja, és bármelyiken értelmeztető, és ilyen Ilyen szép, hybrid... nap, szép napot kívánok! <laughs> és ilyen hibrid mondatokat csinálok belőle sokszor, és akkor így érzem, hogy melyik irányba reagál jobban, és akkor utána így ki szoktam puhatolni, hogy valójában vagy tegeződünk az emberrel. Uh -huh. De egyébként nekem ebből szoktak ilyen, ilyen rossz érzésem lenni. De egyébként a köszönés az nagyon-nagyon Bonyolult dolog szerintem. szerintem és abszolút egyre nincs tanítva. Inkább. És a, egyre inkább nincs tanítva, és azért nincs tanítva, mert egyre kevésbé tudják, és egyre kevésbé veszik komolyan a generációk, és ezáltal ez egy ilyen láncreakcióba épül le, hogy mekkora szerepet kap ennek. Én például halálian féltem köszönni. Tehát azt képzeld el, hogy amikor kicsi voltam, nem mentem be a bolba, nem mertem bemenni a bolba, hogy kenyeret vegyek, azért, mert köszönni kell az eladónak. És én inkább nem mentem be a bolba, hogy ne kelljen köszönni. De ez miért? Ez szerinted ez, ez, egy ez? szorongás volt. Én alapvetően nem sokat jártam bárhova az iskolán kívül. Kocsóval vittek suliba, nem voltak interakcióim nagyon. És, és egy ilyen kis szorongós voltam, és alsó iskolában én, amikor először be kellett menni a boltba, hogy vegyek három zsemlét, olyan szinten remektem, aztán végül be sem mentem, és kijöttem. De mitől féltél? Hogy köszönni kell, és hogy mit fog köszönni? Hogy mit fogsz köszönni? Mit fog köszönni? Hogyan fogok köszönni? Mm -hmm. Miért vegyek én a bolt? Túl, nyilván túl gondoltam, nyilván nem volt egészséges, én ezt pontosan tudom. Szerencsére már nem így vagyok, most már mindenkivel a lehető legkönnyebben beszélgetek. Már Tegnap minden. is pont egy, ö, ö, egy papat beszélgettem a, a, villamoson, és csak teljesen így láttam, hogy ott van, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Szóval hogy most már nagyon, nagyon ellenkezője vagyok, és most már nagyon nyitott vagyok, és inkább inkább a túlnyitott kategória felé kezdek haja hajazni. De hogy ez a köszönés nekem, egy nagyon-nagyon nehéz helyzet hmm. volt. Beszéljünk azokról a helyzetekről, amikor mondjuk Jól esik nekünk, vagy elvárjuk azt, hogy fiatalkorunk ellenére magázzanak minket. Amikor van egy aláfölé rendeltség, tehát, hogy ha én elmegyek az étterembe, akkor a pincér engem ne tegezzen le. Uh -huh. Tehát, hogyha elmegyek a barátnőmmel, felöltözök, felveszek egy szép zakót, öltönyt, akkor úgy, úgy szeretném azt érezni, hogy hogy így... Hogy, most, hogy te mentél oda, igen. és te oda. És De és nem pedig is. a havaron főz nekem egy tésztát. Uh -huh. És nekem például ott ez így fontos. hogy De egyébként én őszintén szóval azt sem szeretem, hogyha bármilyen hasonló szituációban letegeznek, nem szeretem, hogyha a pénztáros letegez, nem szeretem, hogyha letegez egy, egy kalauz és nyilván, én nekem a kis magány ilyen kis ügyem. Én nem várom el, hogy engem ö, magázzanak, csak nem szeretem, hogyha letegeznek, ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, mm -hmm. mert nincs mire elvárnom egyenlőre, mert fiatal vagyok, és még nincsenek olyan sikereim az életemben, amire elvárhatnék egy magázzás, én azt gondolom, de függetlenül nagyon jó esik, és sokkal jobban szeretem azt, hogyha megkapom ezt a ö, figyelmességet, ezt a kis ö, Odafigyelés, egy tisztánt Én abszolút mindenkivel. Mm. Tehát, hogy én úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy ha egy tanár megengedi, hogy tegezzük, én akkor se fogom csak azért se tegezni. Na, ezt pont ezt Mert képtelen is vagyok rá egyébként. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben a szituációban egyrésztről összezavar engem, hogy most melyik tanárt magaz, magázhatom, melyiket tegezhetem, aztán már csak belezavarodok, ezt se szeretem. És azt se szeretem, hogy, hogy kérdezz valamit, tegezzük, nem és nekünk egyébként a Műszaki Egyetemen van nagyon sok olyan tanár, aki azt mondja, hogy, hogy tegezzük. Sőt, valaki azt mondja, hogy a Bece nevén szólítsuk, és, és, és így <hül> ott van neki a sok tudományos fokozat, ott a nagy tisztelet mögötte, és Tehát akkor azt mondod, hogy ez a magázódás ez ilyen sikertől függő, és hogy ki le az asztalra? Azt gondolom, hogy ez nyilván csak egy, Személyes gondolat, hogy a magázódás az egy elismerése a másik embernek. Tehát azt fogod magázni, aki, aki felé van valami, ami ami miatt ami miatt tiszteletet érdemel. Tehát kire mondjuk, hogy tiszteletet érdemel, aki mm -hmm. csinált valamit. A magázódás a tiszteletnek a jele. És, és én ezért gondolom azt, hogy vagy legyen idős, mert ha valaki egyszerűen idős, sok élettapasztalat van, azt, azt én azt mondom, hogy idősket tisztelni kell. És klisés mondat, tudom, nehéz, amikor az embernek át kell adni a helyét, ez sokszor nem is sikerül, de, de hogy összességében tisztelni kell őket, és ezért is magázzuk őket. Miért magázzuk a főnökünket? Többet ért mint Igen. mi, ő van fölöttünk. Igen. Tehát akkor, amikor a suliban, az egyetemen, mondjuk a, a, a nem tudom, 60-70 éves professzorokkal magázódós viszonyban vagyunk, oda-vissza, akkor szerinted ők is tisztelnek minket, és egy fajta tisztelet jele nekik is felénk. Szerintem abszolút, mert ő le is tegezhetett gond nélkül, és egy rossz szabad nem lehetne, hogy ő letegezett téged. Egyébként nekünk a, az egyetemen, és akkor lehet, hogy én vagyok most egy kicsit az, az, az ellen például engem nagyon-nagyon sok fiatal uh, tanár tanít. Tehát a fiatal alatt azt értem, hogy 5-10 évvel idősebbek nálam, ami hát nem sok. És mondjuk uh, rajtuk uh, alapvetően azt veszem észre, hogy uh, vagy összességében azt veszem észre, hogy sokan felajánlják a tegezést, sőt, kérik is a tegezést. Valahogy azt éreztem mondjuk ebben az évben, hogy, hogy neki kényelmesebb az úgy tanítani minket, hogy egy, a kapcsolat az sokkal inkább ilyen partneri, mint sem rendeltség, holott tudjuk, hogy ez aláfölé rendeltség, hiszen egyetemre járunk, hiszen vizsgáink vannak, szóval ezt tudjuk, nyilván felnőtt érett emberek vagyunk, szóval ezzel tisztában vagyunk. Nekem ez a Felajánlani a tegezést, ez azt is jelenti, hogy ők elég éretten kezelnek minket ahhoz, hogy mi a, a, a tegezést tudjuk jól kezelni. Én nagyon másképp viszonylag egy olyan tanár felé, aki, aki, magáz minket, aki van egy kiállása, aki, aki hozza ezt a plusz faktort, és neki bemegyek az órájára akkor is, ha már megírtam abból a tárgyból az összezőjét, hát már nincs abból semmi dolgom, és bemegyek az órájára, de csak azért, mert, rosszul érezném magam azt, hogy kevesen lennének bent az óráján. Én pont most csináltam meg ezt a héten. Tudtam, hogy nagyon alapvetően 20 vagyunk kb. Szóval, hogyha most már nincs abban semmi, volt, így voltunk bent hárman az órám. És én bementem az órájára azért, hogy ő ne érezze rosszul magát. Azért, mert ennyire tiszteltem. Azért, hogy ő, hogy ő tanít, hogy itt van, és még ugyanebben az esetben ott van egy fiatal valaki, aki tegezget minket, ékezet nélkül válaszol az e-mailekre, Na most neki nem fog menni így az órájára azért, hogy ne érezze rosszul magát, mert, mert nekem azáltal, hogy valamilyen dologban egy szintre emel minket, nekem ott sérül ez az egész hierarchikus rendszer és a, a hozzáállásom. Tehát szerinted a tegezés az egy egy szintre kerülés? Igen, egy kicsit is. Ebben kerülés. Nem értünk egyet akkor, mert szerintem, főleg a mai társadalomban, ahol, ahol a, a tegezés azért valljuk be, hogy már sokkal inkább, tehát hogy sokan, sokkal többen használják ezt, és sokkal egy ilyen könnyedebb műfaj, de hogy én azt érzem, de lehet, hogy ez szintén személyes, és körülöttem én ilyen embereket ismerek, de hogy a, 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 a tiszteletet a Abszolút meg lehet adni úgy is, hogy az ember partneri viszonyban van. Meg lehet adni, de, de szerintem egészen más. Kicsit térjünk át az öltözködés témakörére, az az illem kapcsán. Első dolog, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy hogyan öltözünk fel ma a színházakba. Öltöny kizárólag. Oké, okay, hogy igen, öltöny. Ö, én azért láttam már adidraccipőt, szakadt farmert, Ó, pólót, is. és kifejezetten nehezen tudom ezt ezt értelmezni. Szóval, hogy ennyire megváltoztak már az öltözködéssel kapcsolatban is igazából ugye a normák a mai, a mai világban, meg a társadalomban. Neked mondjuk miért fontos az, hogy kiöltöz? Vagy hát nem is az, hogy kiöltöz? El, elmondom, nagyon egyszerűen erre válasz. Ha megkérdezel egy nőt, mire fogja mondani a legjobban áll egy férfinek? 95%-ban. Hogy mi a legjobban áll egy férfinek? Azt fogja mondani, hogy öltöny. Igen, igen. Tehát innentől kezdve keresi az ember alkalmat, hogy felvessen egy öltönyt. És a színház erre jó alkalom, és ennél jobb érv, nem kell az öltöny. De akkor te azért öltözöl ki a színházban, hogy a hölgyek. A barátnőm, akivel mentem, igen. Igen, tehát hogy a barátnődnek. Ja, nyilván, nyilván, erős kifejezés, de hogy egyébként én ezért szeret, érzem magam nagyon jól öltönybe, mert olyankor lesz sokkal inkább önbizalmam, mint mondjuk egy ö, hétköznapi póló farmerben, ami mindenki rajta van mindig. Ha pedig egy öltöny van rajtam, akkor jobbnak érzem magam. Nyilván nem leszek jobb, de, de az önbizalmam nekem megúrik tőle, és én ezért is nagyon szeretek öltönyben lenni minél többet, és amikor csak lehet. Én bennem, az is abszolút bennem van, hogyha megyek, most nem feltétlenül színházba, de megyek egy eseményre, ami mondjuk nem, a, nem tudom, szabad téren van, hanem valami uh -huh. helyszínre, most akkor maradjunk a színházaknál, hogy hogy kiöltözöm és megtisztelem ezzel az épületet, a, a színészeket, igazából ezt az egész helyzetet, és akkor az meg másodlagos, hogy egyébként ö, mi, mi, különbözteti meg a, az ilyen különlegesebb napokat a hétköznapoktól. Hát nyilván az, hogyha mondjuk van egy esemény, és akkor arra nem ugyanúgy öltözöl fel, ahogy a mindennapokban, a nem tudom, suliba. De meg jó, jó érzése is van, amikor az ember felöltözik, rákészül, tehát szerintem már önmagában a készülésnek is nagyon-nagyon fontos része. A másik pedig, hogy bennem olyan nincsen, ha elmegyek színházba, és megtisztelem a színészeket, megtisztelem az épületet. Nagyon sok színház egyébként nem is túl szép épületben van, főleg itt Budapesten azért van egy-kettő, ami nem most igen, nem annyira szép. Szóval bennem ilyen abszolút nincsen, ez inkább egy ilyen társadalmi elvárás, hogy ha az ember színházba megy, akkor felöltözik szépen. De mondjuk, ha már operában vagy, én nem járok színházba, nagyon-nagyon ritkán, csak, kb. Mm -hmm. csak súlyban voltam színházba operába szoktam inkább járni. <laughs> Igen, kicsit maradias vagyok. Jó, de, 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 de hogy oda például elmennék uh, farmer nadrágba, Igen. ott az de, szerintem engem egy főben járó bűnként ott helybe kivégeznének. Nyilván túlzó <laughs> kicsit, de, 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 de e, 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 hogy, hogy szerintem ez benne van az emberekben, hogy, hogy tudjuk, hogy mit, hova, mikor, miért veszünk fel, és akkor van az, aki ezt így nem annyira veszi komolyan. Akkor mi a különbség az illem a társadalmi elvárás között? Én azt gondolom, hogy a kettő nagyjából... érintettük ezt. Abszolút érintettük, de én azt gondolom, hogy nagyjából a társadalom azt várja el, ami benne van az illemben. Egy kérdés, hogy a társadalom amúgy mit vár el manapság? Hogy a Itt is a korosztálya fontos, mert egy idősebb igen, ember, ő régebb illemet várja egy fiatal meg az által újabb illemnek mondod hmm. valamit egyébként. Én maradias gondolkodású vagyok ilyen betelt, hogy én megkaptam azt a nevelést, hogy uh, mit hogyan illik csinálni, és mit hogyan nem illik. Pár kapcsolat uh, a témakör, hogy um, sok lány zavar, hogyha mondjuk a barátjuk uh, előrengedi őket, vagy fizet, előre fizet, vagy helyettük fizet. Erről mit gondolsz? Azt gondolom, hogy nagyon szembe mennek ezek a gondolatok alapvető kultúrával, és alapvető megszokott normákkal, ami nekem fontosak. Tehát, hogy engem például zavar, ha egy lány azt mondja, hogy nem engedhetem előre, ha nem nyithatom ki neki az ajtót, ha nem hívhatom meg vacsorázni, ha nem tudom ezeket az alapvető dolgokat nem tarthatom, mert férfiasságomnak szerintem nekem is kell, és az embernek a nőiességének is kell. Egyébként én hiszek ebben a, a klasszikus férfinői kapcsolatban, és egyébként nekem ez, ez nagyon fontos, és, és, ö, és abszolút értékelem is, és, és abban érzem magam kényelmesen, hogyha, hogyha nem tudom, a párkapcsolatomban tényleg így ö, előre engednek, feladják. Az elején igazából, amiket ugye így mondtam, feladják a mert ugye nekem hogy az udvariasságra egyértelmű, az udvariasságról ez jutott eszembe először. Ez a klasszikus férfinői viszony. Nálam már volt olyan, hogy adott esetben, mondjuk egy nem nem étteremben, de voltunk valahol, és akkor megbeszéltük, hogy ezt az alkalmat most én fogom kifizetni. Viszont úgy fizettem ki én, hogy igazából kívülről az látszott, hogy nem én fizettem. Szóval, hogy adtam a kártyámat, vagy adtam a pénzt, és akkor igazából a, a, a külvilág fele más látszódott. De hogy például nekem ez teljesen belefér, hogy nem Nagyon tudom, te erről mit gondolsz. Nem tudom, én erről azt gondolom, hogy nekünk már volt olyan, hogy mondjuk a barátnőm vitt valami programról engem, és ő szervezett valami randit, és akkor ott ő fizetett. És én egyáltalán nem éreztem magamat férfiatlannak, amiatt, mert hogy ő oda kifizeti, vagy a bevásárlásnál jövő fizet, szerintem a fizetés az kevésbé fontos, mint az, hogy kinyisem neki a kocsi ajtaját. Tehát az, hogy ki feedet, mikor és mi nem, szerintem az nagyon sokkal összetettebb kérdés. Mert fizetni mondjuk, vannak olyan kapcsolatok, ahol a nő esetleg nagyon gazdag, a férfi nagyon szegény, akkor nyilvánvalóan többet fog a nő fizetni, vagy többet fognak felezni, és viszont egy mm. kocsi ajtót minden férfi ki tud nyitni, és minden nő be tud szállni. Mm. Szóval é. az ilyen szituáció igen, ő szóval ő én azt gondolom, hogy, hogy a pénz az egy nagyon-nagyon külön téma a udvariasságtól, és ez egy olyan dolog, ami ami az illem hát kevésbé közvetlenül é é érinti. Szoktál hivatalos levelet, leveleket írni? Egy, nyilván minden egyetemiszenek rengeteget kell. Nekem alapvetően nagyon sokat kellett írni egyébként a YouTube miatt. Tehát nagyon sok céggel leveleztem állandóan, tehát hogy én napi szinten írtam angol érettségén, meg nyelvvisen csak hivatalos levelet kell én írnom, csak hivatalos levelet kell én írnom, mert hát angolul leveleztem ugye a cégekkel állandóan, és hivatalos levél, na hát akkor ezt rutinból írom, szóval abszolút nagyon sokat írok, és elinte fél tőle az ember, én azt értem, tehát annyira féltem Igen. az első pár levéltől, de egyébként ez is olyan dolog, amit nem lehet igazából olyan rosszul csinálni. Minden mondatot, aztán egy szó szóközt, nem szóközt, bocsánat, és egy uh, Entert KB uh, odarakod a címzés szépen, meg egy szép lezárást, és akkor így kb. így már hivatalos levélnek el is megy. Mm -hmm. én, én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy, a, hogy uh, sajnos ez a, az a csetelés, meg ez a, a mai. Um, mm, internet használat, az uh -huh. ez eléggé um, rossz hatással van mondjuk egy, uh, mondjuk, hogyha e-mailben írunk egy hivatalos levelet, hiszen e-mailben írunk egy hivatalos levelet, nem messengerem, meg nem tudom, Ö, szóval, hogy ö, például ilyen vesző, ékezet, elhagyások, ö, mondjuk helyes írás, azért abba is, abba, abba, az is ö, el tud menni azért egy nem annyira jó irányba. És hát a megszólítás, meg az elköszönés, amik azért nagyon-nagyon-nagyon fontosak, hogy az ember hát kb. az adja meg a keretet, hogy hogyan köszön az ember, és hogyan köszön el az ember egy, egy, egy levélben. Ami egyébként nagyon érdekes belegondolni, hogy régen egy levélre mondjuk válaszoltak egy hét múlva már az is milyen gyorsnak számított. Aztán az e-mail, arra egy-két napon belül válaszol az ember, és van a messenger, amire már az embernek bunkóság, ha nem válaszol, akkor, amit elérhető vagy abban a pillanatban, és látom, hogy elérhető volt 10 perce, és nem válaszolt egy óra jár az üzenetemre. Igen. És nekem egyébként ez egy nagyon nehéz helyzet, mert én az embereknek... De nem én... szoktál válaszolni Én nem azonnal. szoktam válaszolni azonnal. Én van, meg is értődöm. Én, én, van, hét nap múlva válaszolok az igen, embereknek. Igen, igen, igen egy kezemben meg tudom számolni, hány ember van, akinek azonnal válaszolok. A barátnőm ki is fulladt, ez a megszámolás. Igen, de, de amúgy, amúgy um, értem, amit mondasz. Nyilván régen teljesen máshoz voltak szokva az emberek, hiszen kézzel kellett írni levelet, fel kellett adni postán, nyilván annak csomó idő ideje, csomó ideje volt, mire, mire kiment. Um, azért az e-mail ilyen szempontból egy nagy könnyebbség lett, szerintem, mert hogy mert tényleg az ember gyorsan megkapta. Ha uh -huh. levelezős fórumainkat néz, nézem, akkor alapvetően az e-mail a leghivatalosabb jelenleg, meg amúgy a telefon hívás. Egyre ritkábban ö, kommunikálunk telefonon, vagy hívásban, mert hogy ott van az, hogy oké, okay, írunk egy SMS-t, írunk egy ö, egy üzenetet, és akkor majd úgy, is, majd úgy is reagál rá, hogyha ráér. A telefon meg olyan, hogy oké, okay, nem érdekel, nem veszi föl. De egyébként ott... én a telefonhívás sokkal jobb módszernek tartom. Azért, mert most írok valamit, várok, körülményes a válaszolás, nincs a felhívom, beszélni a legtöbb ember szeret. A telefonhívás nem stresszes, csak az ember azt hiszi, hogy stresszes, és ezért fölöslegesen izgul egy olyan dolgon, amit nem kellene izgulni, mert én most a mindig ezt sem akarok azt tart foglalni, nem nézem meg, hogy van online felület, van bármi, felhívom, másfél perc alatt kész. Amikor különben keresgélem, most aha, itt, ide erre kattintok, oda kattintok, itt írok egy e-mailt, ide leírom, hogy hány főre, itt minden. Szerintem azért stresszes a telefonálás, mert nem tudod, hogy ki fogja felvenni, hogy fog válaszolni, bunkó lesz, nem lesz bunkó, hadarni fog, érteni fogod, hányszor kell visszakérdezned, az biztos, hogy gyorsabban meg lehet oldani vele egy problémát, mint Sokkal egy üzenet, Aminek van valós veszélye a telefonhívásban, hogyha ismerősre hívott fel hogy rosszkor hívott fel. Mert egy céget rosszkor hívsz fel, nem veszi fel senki de ha az felhívod a vasárnap a levéd közben, akkor utána lehet, hogy így lesz fel, M -m, most kell felhívnia. Azért kopik ki, mert az emberek nagyon, főleg fél a fiatalok félnek tőle. Írni sokkal bátrabb, az írásban az ember sokkal bátrabb, mint szóban, vagy mm -hmm. mint hívásban. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb, addig is kövessetek minket Instán, TikTokon, Facebookon, Youtube-on. Sziasztok!